Azt mondják, hogy siessek, mert hűl a levegő és fáznak itt a lányok. Hát baszki, a motoros, ciprusi motoros élet ilyen fősz a hegyekben, itt is hideg van ilyen november végén. Szóval, én annyira nem nagyon sűrűn találkozok mostában Benellivel Magyarországon, azt nem forgalmazzák egyébként, de itt a Zablox, ciprusi neven Zablox, magyar neven Szabolcs barátom, az ilyen Benellikkel, TRK 500-asokkal fogja csinálni a túrákat, és fogunk kihozni ide majd képzéseket is, hogy mikor, meg hogyan ennek a részletét, meg tudjátok a Facebookon. Lényeg az, hogy már most van 5 darab ilyen, meg vannak nagyobb motorok is, de alapvetően erről fog szólni, mert szarab utak is vannak, meg a hegyekbe föl lehet menni kavicsos, meg félig kavicsos betonos úton, úgyhogy ezek a motorok első körben azt a célt fogják szolgálni, hogy egész ciprus be lehessen motorozni egy hét alatt, ne csak a betonutakon, hanem szépen átkeresztül kasul mindenen. A motor igazából, ha elsőre így ránézel, akkor ilyen GS méret majdnem. Tehát ilyen kurva nagy, fölültem, alig érre a lábam pipiskedve, pedig csak 500 köbcenti, és az igazi legnagyobb lényege ennek a motornak az az, hogy A2-es jogsival vezethető, 50 lóerő alatt van, tehát mostanában a gyártók rájöttek arra, hogy a piacot, hogyha meg akarják őrizni azt, hogy 5, meg 10, meg 15 év múlva is akarnak eladni, akkor a fiataloknak kell gyártani olyan motorokat, hogy már nagy motor benyomását keltse, ne érezzék magukat hülyén, hogy egy pöcsköszörűn ülnek, hanem egy komoly motor benyomását keltse, ha még teljesítményben nem is az, de legalább egy jó motorozási alapot meg tudnak vele tanulni, mert a súlya, a termete meg olyan, mint egy igazi nagy motornak. Hadsebességes, meg ilyenek, soros kettes blokkos, olyan hú, de nagyon nem megy. Viszont kanyarítani, hogyha elmész egy szerpentinre, akkor semmilyen szinten nem marad el. Hogyha valaki van haverod, és 100 lóerős motorra jön, vagy 120 lóerőssel, te meg jössz ezzel a 48 lóerőssel, és ha jól tudsz vele motorozni, akkor 0 cm-t ver rád. Nyilván egyenesekbe, kigyorsításba lehet, hogy el fog menni, de majd utoléred kanyarba, mert könnyen kanyarítható a motor. A legnagyobb előnye ezeknek a motoroknak az az, hogy konkrétan baszkodhatod neki a gázt, mert kanyar kellős közepén is, ha úgy gondolod, hogy negyedikbe kicsavarod, és így rátszer a tüzet, konkrétan nem történik semmi. Nem az, hogy nem indul meg, hanem olyan óvatosan lassan kezd el gyorsulni, amikor egy kicsit magasabb a fordulat, hogy nem tudod magad alól kirúgni a motort. Sokkal előbb meg lehet csinálni azt, hogy esetleg elcsúszhatod az elejét, hogyha nagyon hülye vagy. Az, hogy mennyire az offroadra szánták ezt a motort, tettek egy bazi nagy első telót, meg oda, nézd, valahogy eltalálom, csak mindig ellenkezőleg mutatom, oda pedig tettek egy blokkvédőt, úgyhogy nyugodtan el lehet menni ilyen kavicsos, árkos, bokros, ugratós helyre, nem enduro, meg nem cross motor, lightos, érted? El lehet vele kepeszteni kavicsos úton, és arra teljesen tökéletes. Egy-két évvel ezelőtti tesztek egyébként már láttam a magyar különböző online portálokon, úgyhogy azt, hogy most a Benellinek ez a típusa, ez most egy legújabb, vagy két évvel ezelőtti verzió, és ugyanaz gyártják, meg nem mondom nektek, mert olyan hú, de sok Benelli, amikor én utoljára Benelli ültem, az összetörött. Hogyha valaki még öregek emlékeznek rá, a Superbike teszten volt egy Benelli tornádó, ami nem úszta meg a tesztünket, és én voltam a főkolompos ott is. Szóval, kinézete abszolút komoly, fiataloknak tökéletes, egyébként újrakezdőknek vagy nem száguldozóknak. Én annyira hülyén érzem magam mindig, amikor azt a mondatot kell kimondanom, hogy azoknak a motorosoknak, aki nem érdekli őket a nagy sebesség meg a száguldozás. Hát azért csak-csak azért motorozunk, mert könnyű, kicsi és rugalmas egy gépsárkány az autókhoz képest. Szerintem minden motoros szereti a gyorsást meg a sebességet. Az biztos, hogy óvatosabb duhajoknak ez a motor tökéletesen kielégíti az igényeit. Szabikám, itt vagy Zablox? Zablox? Hol van? Hol van? Eltűnt? Zablox eltűnt. Kérlek, hogy pipi. Zablox elment húgyozni. Úgyhogy mindjárt csak meg akarom kérdezni tőle, hogy nagyjából mikorra tervezi a projektet, hogy mikor indul el a ciprusi túrázás, mert abból a szempontból egy kicsit szopás a helyzet, hogy az időjárásuk kicsit párhuzamos a magyarországival, talán egy két hónapot van elcsúszva, tehát itt még november végig van jó idő, és decemberben itt már jön az eső, meg minden, de mindjárt meg akarom tőle kérdezni, hogy mi a cégének a terve, hogy mikor jöhetünk ide ki. Addig elmondom azt, hogy egyik tesztben hallottam, vagy olvastam, hogy a túl széles bukókeret a városi autók közötti ficánkolást az mennyire nehézé teszi. Hát, én azért nem értem miért, mert ha egyenesbe állítod a kormányt, akkor a kormány meg a tükörnél 5 centivel ló kijebb. Tehát, hogyha valaki motorosként a motorjának a szélességét nem érzi, és tényleg csak 5 centi múlik, hogy ne menjen neki egy autónak, az adja vissza a jogosítványa. Mennyit megy, várjál, jöttem föl itt a hegyen, nem volt olyan hú, de nagy az emelkedő, tök mindegy, hogy negyedikbe, vagy ötödikbe, vagy hatodikba jöttem, mert fölfele csak 130-at jönni, mert annyira bírta a tempót, lefele 150 fölé is ment, tehát hogy kicsit lejtőn begurul, akkor szerintem ilyen viszintesen 140-145-öt el tud hasítani önerőből.
Na, az az egy biztos, hogy a terepes, segges fájdalom az nem lesz meg, mert bazinegy üléseket, meg puha üléseket tettek előre hátulra, úgyhogy utasnak is kurva jó. Mit lehet még mondani egy erről? Vaskeret ütöttem ott, meg ilyenek. Szép kis gép. Tehát azt kell mondjam, hogy az olaszok ugye tudnak formatervezni, a Ducatitól a csőrt mindenki ellopta, ugye mostában nem tudom, hogy milyen hülye divat ez, hogy ilyen madárvédőgolyó kapkodó a pompomból minden motornak, túrendúrnak most már ilyen az eleje. Régen elég volt egy sárvédő oda, meg egy fejdom, de most a faszom tudja, amikor egyébként spórolnak mindig a súlyjal minden motornál, hogy mi haszna van ott elől annak a baszott nagy csőrnek, az valaki árulja el nekem. Elől van egy sárvédő, oda fölülre minek? Design oké, okay, de ha egyszer súlycsökkentük, akkor milyen vágják le onnan? Kíváncsi leszek, ki lesz az a merész túrendúrós, aki majd egyszer az olasz tervezést így megszünteti, és megint egy normális fejdom lesz egy túrenduró. Amíg zabloxunk megint a budiról, addig elmondom, hogy nekem nem szimpatikusak általában a küllös kerekek. Találkoztam már egy-két küllös kereki túrendúrossal, és amikor elkezd meglazulni egy-kettő, vagy mondjuk megütődik a felni, akkor onnantól kezdve szétszopják magukat, hogy ki az a Magyarországon, aki ezt a felnit újra rendbe tudja tenni, mert hol az egyik küllő laza, hol a másik küllő laza, és az ember pucolgatja, és közben idegesít, hogy miért mozog egy küllő, két küllő, három küllő, elmennek, meghúzatják, azt utána megint kilazul, megint mozog. Én annyira nem szeretem ezeket a küllős megoldásokat, sokkal inkább a normális, hagyományos egybeöntött felniket. Az nem lazul meg, az nagy tönkre megy, kidobod, azt veszel újat, de az nem lazul meg. Megért az emberünk. Leráztad a végét, Szabika? Le, simán. Akkor jó, lecsöpök. Figyelj, mikortól tervezed egyébként a projektet, hogy mikor lehet ezeket a Benelliket itt átvágtatni Ciprusban? Jövő év március. Jövő év március. 2020 márciusától. Már minden. És akkor már jó idő van? Tehát akkor már motoros akkor idő már van nálatok? Motoros idő van. Aha. Igazából akkor még a tenger még egy kicsikét hűvösebb. Április vége fele akkor már nagyon jó meleg a tenger, és onnantól kezdve egészen végig. Hát még novemberben még lehet jönni. És végig lehet tolni az egészet, kis Benelli, nagy motor, kis motor, aki ami szeret. Én pont azt mondtam el igazából, hogyha mondjuk olyan túra lesz, amivel át lehet menni, ugye a hegyeken keresztül, Kasú mutatta azt, hogy vannak ilyen kabicsos utak, ott az, arra ez kurva jó lesz. Mert mondjuk a H2-ben nem hiszem, hogy átcsapattok az meg a hegyen, a kabicsoson. Fütyülhet a kompresszor, érted, rúgja a kabicsot, a kipörgésgátlót kikapcsolod, de ezzel többet el lehet érni ott. Figyelj, tehát nekünk a célunk az, hogy mindenki normálisan hazaérjen. Tehát szeretjük az embereket, és az a lényege, hogy mindenki élvezze az utat, mindenki lássa, hogy milyen az út. Úgyis elő van egy guide, aki megtartja a sebességet, hátul is van valaki, hogy folyamatosan, mondjuk úgy, hogy mindenki biztonságban legyen, és gyönyörű szép utakon megyünk szépen, lassan, arra pedig a TRK a legkényelmesebb motor. Ez a helyzet. Olyan, mint a Benelli kereskedő lenne, ez úgy mondja. El akarod adni, bazd meg, vagy csak túrát szervezel? Ja. Kb. Úgy mondtad, a Benelli elek. Nincs jobb Benelli. A lényeg az igazából ugye, hogy egy előző videóban bemutattuk azt, hogy lehet menni, mint a vadállat. Tehát ezzel egyébként nem fogod megsérteni a nem létező ciprusi szabályokat egyébként, vagy a nem létező, hanem a senki által nem érdekelt és be nem tartott szabályokat senki nem tudja betartani, vagy senki nem fogja ezzel betartani. Annyira nem lehet, hogy gyorsan menni. Egyébként tehát lesznek valószínűleg komplexebb túrák is, úgyhogy nem csak motorozás, búvárkodás, jetskizés, hajózás, tengeri fürdés, bulizás. Kvadozás, az is lesz. Bulizás gyönyörű szép helyeken, kvadozás, ejtőernyőzés. Ugyan szép helyek lesznek, ugye? Gyönyörűek, bazdmeg. Olyanok, amiket el sem tudsz képzelni. De ez nyáron megy itt a buliszezon, nem? Az nyáron, igen, nagyon megy. Tehát itt van gyakorlatilag Aya Napa, nézzetek utána. Európa második Ibizájának mondják. Kijövünk bulizni? Nyáron, hm? Valaki? Egyszer, csak egy hétvégére? Gyertek, szeretettel várlak titeket!